A Hajdonállási Bocskai Iskola az elmúlt években nagyon sok pályázatot nyújtott be és nyert a Nemzeti Tehetségprogramnál. A 2016-17-es esztendőben azonban mindösszesen egy program nyert, ez pedig a Cifra szűrők nyomába, amelyet a Polgári utcai intézményegység két pedagógusa dolgozott ki, és hát valósított meg. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a stúdióban, Fekete Andrea és Pap Anita. Ti ketten voltatok ennek a nagyon szép projektnek a kitalálói, megvalósítói, és hát én azt gondolom, hogy sok-sok szép és hasznos, és még lehetne ragozni, hogy mennyi mindent ismertettek meg a gyerekekkel az elmúlt tanév során. Andi, kezdjük veled. Hogyan indult ez? Gondolom, nálatok nem túl nagy újdonság, hiszen azt gondolom, hogy szinte életforma szerűen művelitek ezt a fajta néphagyomány, a hagyományőrzés területét. Hát igen, igazad van, tényleg életforma szerűen űzzük ezt most már Anitával és a gyerekekkel. Teljesen beépült az életünkbe és a tanítási folyamatunkba is, és a pályázatok során is eljutottunk oda, hogy most már tudatosan tervezzük az újabb pályázatokat. És ez a cifraszűrők nyomában ez egy olyan álom volt, amely szinte mindkettőnk fejébe egyszerre pattant ki, mert folyamatosan mindig különböző kézműves technikákkal megismertettük a gyerekeket, de ez a pályázat valahogy úgy rendszerbe szedi ezt a folyamatot, mert szerettünk volna egy olyan pályázatot, amivel a gyerekeknek nem csak a kézművessége és a hagyományőrzésbe tekinthetünk bele, hanem a nánási értékeinket is megismerik ezáltal. Tehát ez a cifraszűrők teljesen közel áll hozzánk is, mert tudjuk, hogy ez nánásnak egy milyen fontos része volt valamikor, és ezt nem sikerült még szakkörszinten a gyerekekkel megismertetni, de ebbe a pályázatba tudatosan ezt terveztük bele. Ez egy gyönyörű, szimbolikus cím is, de egyébként pedig valóságot is takar, hiszen ugye ti mindketten elemezeltek, ugye ez a nagy szerelem mindkettőtöknél, tehát ugye egyrészt tudjuk, hogy a szűrők miből készültek, tehát ugye erre is lett és volt alkalom, hogy a gyerekekkel megismertessétek, ugyanakkor pedig egy óriási nagy terület a pásztorkultúra, ami azért azt gondolom, hogy itt Hajdonálláson még igencsak fellelhető, talán még a mai napig is, de óriási nagy hagyománya van. Anita, amikor hozzákezdtetek a pályázat írásához, gondolom számtalan is ezer gondolat volt, de végül is hogyan indultatok el, hogy akkor mi legyen az első, második, és hát elég sok programelemet tudtatok megvalósítani. A címében már benne van, tehát Cifra szűrők nyomában, avagy a nánási pásztorok élete és művészete. Na, ezt kezdtük el kibontogatni, úgy, hogy beépítve az előző tudásainkat, például ugye a nemezelést. Hogyan is készültek régen a szűrők, kik viselték, ők mivel foglalkoztak, hogyan éltek a mindennapjaikban, milyen tárgyakat használtak, és azokat hogyan készítették, hogyan díszítették. E köré próbáltuk meg felépíteni ezt a pályázatot, és ezen kívül még a szalmafonás volt az, amit ugye mindig beveszünk, hiszen olyan értékünk van, mint Reszegyné Marika néni, akit szerintem mindig érdemes minden pályázatba bevonni. És akkor kezdtük azzal, hogy búvárkodtunk a gyerekekkel, korabeli filmeket néztünk meg a pásztor életről, a szűrkészítésről, vagy egyáltalán mi is az a szűr. A könyvtárba búvárkodtak, különböző kiadványokban jegyzeteltek, rajzokat készítettek. Aztán kezdtük el gyakorolgatni a hímzést, mert az azért nem olyan egyszerű. Ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor most folytassuk Andival. Szóval ez a hímzés, a szűrhímzés, az még a felnőtteknek is elég fogós dolog, hiszen egyrészt, bár mondjuk nem tudom, mennyire nehéz a nem ezzel dolgozni, de gondolom nem egyszerű, hiszen el kicsit vastagabb anyag, más a hímző cérna is, mint egy egyszerű. Ez hogy néz ki? Ugye a motivumként a színvilág az is meghatározó. Ez a debreceni kisbunda varázsolt el bennünket, mikor tavaly a mesterségek ünnepén voltunk, és a mellettünk levő sátorban egy néni hímezte ezeket a szűröket, és irigykedve néztük Anitával, hogy milyen nehéz lehet ezt csinálni. Egy kis részben nekünk is egy másik szerelmünk a hímzés, hiszen az is annyira csodálatos tud lenni. És ez, hogy a nemezzel összeötvözve a hímzést, ez mind a kettőnk fantáziáját beindította,
És a gyerekekkel nagyon szívesen próbáltuk ezt ki, először magunk is, hát nem biztos, hogy először olyan szépen sikerült, a gyerekeknek sem mindig, már eleve az, hogy ez egy vastag anyag, meg rárajzolni ezt a mintakincset, aminek tényleg utána kellett néznünk nekünk is, meg nekik is. Tehát maga ez, hogy elkészítették a kis nemes dolgokat, először csak egy könyvjelzőt, és akkor arra rárajzolták ezt a debreceni kisbundának a hímzés világát, meg a szűrhímzés motivumait, és azt próbálták, hát főleg a nagyobb gyerekekkel próbáltuk ezt ki, mert ez nehéz a kezüknek, ez a mozdulat, meg hogy addig húzza a szálat, nem úgy, mint egy finom vászonanyagba, hanem ennél jobban meg kellett egy kicsit húzni, hogy egy kicsit domborodjon is, de nagyon szépen belejöttek a végére, úgyhogy sikerült nekik ez, és annyira örültek a gyerekek annak, hogy ezt is kipróbálták, hogy öröm volt őket nézni munka közben. A cél nem egy szűr elkészítése volt, ugye, hiszen azt azért a gyerekekkel nehéz lett volna, hanem mindenki készített magának egy kis tarisznyát a könyvjelző után, és akkor azt hímezték még ki. És akkor a kis tarisznyi anyagát is maguk ti nemezeltétek ki, vagy igen. pedig egy ki? Tehát, igen, tehát maga az alapanyag is. Úgyhogy ez igen. még inkább értékesebb dolog. Mi minden volt még ezen kívül, hiszen tudom, hogy kirándulás is volt, aztán meghívott vendég volt, nem is akárki. Igen. Hát nagyon sok mindent beterveztünk a programban, mivel a pásztorok élete is volt a témánk, és az életéhez hozzákapcsolódott az is, hogy nagyon szép pásztordalok, pásztortáncok vannak, amikkel nagyon szerettük volna megismertetni őket, és mivel Anitával mind a ketten citerázunk is, ez részben könnyű volt, meg be is csempészük néha a citerát a gyerekek énekórájára is, ők is maguk kipróbálhatják, de a Szalmak Alap Citera Együttes tagjai nagyon szívesen segítettek ebbe, hogy előadták a pásztor dalokat citerán, pásztor furujával Pap Levente besegített nekünk, és terveztünk a programon kívül egy olyan rendezvényt, ahova a külső nyilvánosságot is bevontuk, mert úgy gondoltuk, hogy olyan szép ez a program, nem csak azért, mert a gyerekeket megismertetünk különféle technikákkal, hanem maga ez a téma. És nagyon sok mindenkit érdekelt, mert az Alkotóházba terveztünk egy olyan estét, ahová meghívtuk a szakértőnket, Harangozó Imrét, néprajzkutatót, aki nagyon szívesen jött hozzánk, hiszen neki ez a világ, ez egy varázsvilág itt a Hajdúság, mert ő Békés megyében lakik, és elmesélte nekünk, hogy kiment a piacra itt Hajdúnálnáson, és neki ez akkora élmény volt, mert hogy olyan bácsikat látott, meg néniket, akiket legszívesebben már a kis Magnó nála lett volna, akkor biztos, hogy meginterjúvolja, vagy lerajzolja, vagy lefényképezi, mert neki ez a régi világ jutott róluk eszébe. Aztán ő egy nagyon csodálatos ember, és olyan szép előadást tartott a gyerekeknek, archív filmanyagokkal, képekkel illusztrálva. Mellette vendégünk volt Magi Imre Fafaragó, aki egy egész kis kiállítást biztosított az ő kis munkáiból ehhez az esthez. Aztán Márton Attila, aki köztudottan remek néptáncos, ő a pásztortáncok világába avatta be a nézőket a kis tanítványaival együtt. Olyan táncot jártak el a gyerekek, akikre az egész Hajdúság büszke, a Máró testvérek táncát tanulták meg a gyerekek, és azt járták el a pásztor botos tánccal. Úgyhogy ez az este, ez olyan tartalmas összefoglalója volt szinte ennek a programnak, hogy öröm volt ezt a külsős vendégeknek is bemutatni. És nem szeretném kifelejteni Máró Gábor bácsit, aki... Rá szerettem volna kérdezni, de akkor... Igen, akit nem szabad kihagynunk, hiszen mi ezt a pályázatot teljes egészében az ő emlékének ajánljuk fel, mert ezt nem tudva még, hogy a betegsége lefékezi ebben a tevékenységében, mert ő, amikor megtudta, hogy ezt a pályázatot írjuk, még akkor csak szinte elképzelés volt róla, ő annyira boldog volt, hogy egy ilyen lesz, hogy a gyerekeknek egy ilyet megmutatunk. És ő azt mondta, hogy mindegy, hogy milyen egészségi állapotban lesz, de ő ott lesz minden programunkon, és sajnos ez volt az utolsó program, amin részt tudott venni, mert az egészsége nem engedte a továbbiakban, viszont ott az Alkotóházban még ott volt, és nagyon büszke volt arra, hogy ez a program megvalósult. Hát hogy ne, hiszen, hogy neki az élete, vagy legalábbis a szíve csücskében a pásztor élet, a pásztorhagyomány, a helyi szokások, az mind-mind ott élt elevenen. Ugye
Mindemellett, hogy most, tehát ez egy külső, tehát külsősöket is bevontatok ebbe a programelembe, de hát volt olyan, például elmentetek Hortobágyra, Rózsa Péter birtokán levő, én jól tudom, akkor a pásztor templom, a pásztor szentét is meglátogattátok? Volt erre alkalmatok? Hát vagy ez volt a cél. Vagy ez volt a cél? Csak nem az jött időjárás össze. Nem engedte, mert nagyon sokat esett előtt az eső, és oda busszal lehetetlen bejutni. A lovas szekerek foglaltak voltak, meg hideg volt, tehát azt nem vállaltuk, hogy a gyerekekkel oda besétálunk, mert olyan 2 kilométernyi lett volna, illetve Harangozó Imre is mondta, hogy ő ezt nem biztos, hogy vállalná, de nem kisebb értékében, nem kisebb látogatást tettünk Virágos kútra, ahol Rózsa Péter biocsárdája van, és a köré épült faépítményeket néztük meg, és hallgattuk a meséjét. És azt hiszem, hogy Rózsa Péter aztán tud mesélni vége szakadhatatlanul, de azért néhány, bár nem tudtatok eljutni, de Andi, most téged kérdezlek, hiszen annak idején ugye itt volt ennek a pásztorszentének a megálmodója, illetve az egész belső résznek a kialakításának a megálmodója, Makoldi Sándor, és azt hiszem, hogy ez egy olyan különlegesség a maga nemében, nem tudom, hogy mennyien ismerik, de talán érdemes neked erről most egy néhány szót szólni, mert valószínű, hogy látogatható, tehát aki felkeresi Rózsa Pétert, az biztos nagyon szívesen megmutatja bárkinek ezt a valami csodálatos és egyáltalán különleges pásztorszentét, egy kis templom tulajdonképpen. Igen. Oda szerettünk volna mindenképpen eljutni a gyerekekkel, mert tényleg ez egy csoda, és nem ismerik, nem csak, hogy egész Magyarországon, de sajnos még így a közeliek se ismerik, mert nem a nyilvánosságnak készült, tehát nem azzal a céllal készült, hogy ezt mutogatjuk, hanem hogy aki oda betéved, az olyan világba csöppen, ami elvarázsolja. Nem csak, hogy Makoldi Sándor festményei és az egész történet, amit ott körbe megjelenít, hanem ennek a szinteknek is jelentése van. Tehát ha kezdjük az alsó szintet, ugye az ember életében is van egy első, egy alsó szint, és oda is, ha bemegy az ember, és a sötétbe meglátja a freskókat, amik világítanak a sötétbe is, az elbűvöl bennünket, meg aki oda látogat. Aztán fentebb érve a középső szintbe egy mese jelenik meg, az égigérő fának a meséje, és akkor ezt, amikor elmesélte először Péter, mert folyamatosan kérdeztem, hogy mikor lesz átadva ez a csoda, és mindig hozzátette, hogy a napjárásától függ. És én először azt hittem, hogy viccelődik, és amikor bemegy az ember, tényleg látja, hogy a napjárásától függ, mert attól függően, hogy hol tart a nap, oda álmodott mindent Makoldi Sándor. Tehát ahogy halad a kis pásztor a kis égigérő fán, ahogy a nap besüt, különböző megvilágításokban helyezi a történetet magát. És ha felnézünk a mennyezetre, ott is láthatjuk a fenti világot, de hát azt is, ahogy besüt a fény, és az lemegy az alsó szintre, a legalsóra. Tehát ezt szerettük volna a gyerekeknek megmutatni. Úgy volt, hogy jön Makoldi Sándor is, és elmondja ezt nekünk, de ő se vállalta ezt a hideg időre való tekintettel. Viszont ez a pásztorcsárda ugyanúgy az ő freskói alapján készültek fent, és a gyerekek, mikor bementünk, hát majd a fényképeken megnézed, el voltak ájúva, tehát azt se tudták, hogy most mit nézzenek. A Rege a csodaszarvasról legendája megy körbe, és ott még Harangozó Imre nekünk be is tetézte egy imával, megfogtuk egymás kezét, és olyan hangulata volt az egésznek, hogy a gyerekek haza se akartak menni. És ha jól láttam, tehát kör alakú épületek vannak, tehát végül is egy kicsit őseink jurtáira emlékeztetők is kör alakú épületek. Igen, és a különböző céhek is megjelennek, aztán az élelmiszer, mert nekünk az is célunk volt, hogy a pásztor ételek is megismerjék a gyerekek, és oda, ha belépünk, akkor az egyik kis kamrába sajtokat látunk, a másik kis kamrába kolbászokat, akkor befőtteket, tehát mindazt, amit ők a saját kezük munkájával megtermelnek és feldolgoznak, azokat a gyerekek megnézhették és csodálkoztak, hogy hát ilyen az én nagyszüleimnél is van, és ugyanígy van az én mamámnál is berendezve a spájz, meg a kamra, úgyhogy ez nekik valahogy ismerős volt, de jó volt ezeket így látni. Igen, a gyerekek és arcán. Egyébként a nagy kérdés, minden ilyen hagyományőrző jellegű, akár tábor, akár bármilyenféle fajta pályázat, program megvalósítása,
hogy a gyerekek mennyit fognak majd ebből tudni profitálni, mi az, ami megmarad bennük, és majd felnőtt korukra ők is majd befőznek, meg ház körüli kiskertet ápolnak, meg talán még biogazdálkodást is folytatnak, mert emlékezni fognak rá, hogy majd, vagy volt egyszer egy tanítónéni, vagy kettő, aki nekünk mindezt megmutogatta a környezetben. Hogy látjátok ti ezt? Mennyire érzékenyek, mennyire fogékonyak a gyerekek erre? Jó, hogy most persze megnézték a mennyezeti freskókat, de ugye a mindennapi beszélgetések során azért az kiderül, hogy mennyire komolyan is veszik ők ezt, hogy beleívódott a kis lelkükbe mindez. Hát, hogyha csak beszélünk róla, vagy megnézzük, vagy elolvassuk, akkor kevésbé. De amikor ki is próbáljuk, és a saját bőrükön tapasztalják, akkor szerintem biztos, hogy megmarad. Vagy legalábbis valami kis csírája, vagy a magot elültetjük bennük. Ebben a csárdában az oszlopok úgy vannak kifaragva, mint a pásztorbotok faragása, csak sokkal nagyobb, és ezt ki is próbáltuk, tehát amikor elmentünk Magi Imréhez faragni, hát az maga a csoda volt, mondták, hogy ide minden nap jöjjünk, és akkor minden nap faragjunk. Vitték haza a kis botjukat, és mondták, hogy ők ezt otthon még folytatják. És megcsinálták, tehát, megmutatták nektek? Tehát bevitték, megmutatták, hogy... Még szerintem folyamatban van, mert amikor visszamentünk az iskolába, akkor mondták, hogy hát csak ennyit érkeztetek, és akkor mondták, hogy hát ez nem olyan egyszerű, meg ez nem csak úgy. És nem kell elkapkodni. És ezt nem kell elkapkodni, igen. És akkor mutatták, hogy ki hol volt beragasztva, mert ugye ez is előfordul, de nagy baleset nem történt. A faragókés az elég éles. Így van. De szerintem a fiúknál ez biztos. Biztos. Voltak-e másfajta programok, még hiszen ez is elég sok, tehát gondolom most év végével fejeződött be, tehát ugye a tanév végével ez a projekt is. Igen, még a filmeket is megemlíteném, hogy ez nekik is nagy élmény, mert folyamatosan nézegettünk olyan filmeket, amik régi felvételek, de újabban is készült például a Rózsa Péter birtokain újabb felvételek, és olyan örömmel nézték a gyerekek, hogy ott mi voltunk már, és ismerjük ezt a bácsit, és nekünk is mesélt, és meghallgattuk Veres Péter versét, amit az Alföldről, a Holtobágy környékéről írt, és szinte őket is azt mondták, hogy Andi néni, kirázott a hideg, amikor végighallgattuk, hogy azért ilyenkor megerősödik bennünk az, hogy nem hiába való, nem hiába való volt tevékenység. Tehát az elvetett igen. Mag, na most igen. Ugye ez kapcsolódik az előző kérdéshez, tehát ugye az elvetett mag, az ugye még elég kicsikük ahhoz, hogy befogadóak, tehát nagyon sok mindent befogadnak, hogy aztán ez az elvetett mag ki kell, de hogy mennyire tud ez majd sudárba szökkenni, ugye az a további évektől is függ. Na most ezt hogy látjátok? Most ettől a pályázattól elvonatkoztatva, hiszen minden évben csináltok valamit, csináltatok, én ezt tudom. Tehát akik már most felsőbb osztályokba járnak, azoknál a gyerekeknél látjátok-e, vannak-e visszajelzéseitek, hiszen azért ugyanabban az iskolában járnak, hogy azért ez a mag, ez úgy szépen növekszik. Tudtok-e erről valamit? Engem tavaly keresett meg egy idén érettségiző kislány, aki annak idején az osztályomba járt. Akkor még nem voltak ilyen pályázatok, csak úgy a kis magunk keretein belül próbáltunk ügyeskedni, hogy készíteniük kell a gimnáziumban egy projektet, és ő a nemezelésről szeretne, és hogy az én képeimet használhatja-e, illetve kérte a véleményem, hogy olvassam már át, hogy amit ő összegyűjtött, hogy az jó-e. Hát én azt sem tudtam, hogy örömömbe sírjak, vagy nevessek, annyira örültem neki. És hát remélem, hogy nem csak eddig tartott. Na, hát akkor ebben azt gondolom, hogy egyébként is a pedagógus az valahol örök optimistának kell, hogy legyen. Tehát, hogy azért az a munka, amit évek során befektet, az valahol nem neki, hanem a gyereknek. A gyerekeknek kamatozódjon és gyarapodjanak tudásban, ismeretben. És amúgy egyébként most ti hogy álltok a nemezeléssel? Kiállításotok lesz esetleg, ha már itt tartunk a nemezelésnél, hol tartotok most ebben? Hát folyamatosan képezzük magunkat még. Most voltunk egy Hajdú-Bihar megyei népművészet egyesület szervezésében rendezett alkotótáborban, ahol mindig újabb technikákat tanulunk. Tervezünk kiállítást, igen, mert most már újultunk mind a ketten az előzőhöz képest,
És ez mindig egy újabb kihívást jelent számunkra, mint ahogy így a pályázatok kapcsán is mindig vannak újabb ötletek, a nemezelésben is mindig vannak újabb ötletek, közösen is vannak ötleteink, meg egyénileg is, úgyhogy mindig tervezünk újakat. Ezek a pályázatok egyébként, tehát ezek a programok, tehát ugye volt ez a nyílt, tehát ez természetesen tanórákon kívül, de egyébként az egyéb elemek, azok hogy valósulnak meg? Kötelező tanórákon kívül, osztályfőnöki óra keretében, vagy egyáltalán mikor jut erre időtök, vagy ez teljesen tanításon kívüli program? Beépítjük a mindennapjainkba, illetve a tanórákban is alkalmazzuk. Technikaórán szinte mindig valamilyen természetes anyaggal dolgozunk, rajzórákon is elővesztük ezeket, illetve ajándékot szoktunk készíteni, akár anyák napjára, vagy csak egymásnak. De ugyanúgy használjuk a fonalat például az írás tanításhoz, vagy a matematikai készségfejlesztésben is. A fonalat, az írás és a matematika. Na, akkor Andi, erről mesélj. Ez nekem egy kicsit olyan bizarnak tűnik, de biztos, hogy megvan a maga magyarázata. Igen, hogy kérdezted, hogy beépíthető-e. Igen. Onnan indult a beszélgetésünk, hogy nekünk már a mindennapunk részévé vált ez a folyamat. És tényleg nem csak, hogy mutogatjuk a gyerekeknek ezeket a dolgokat, hanem mi benne is élünk, és állandóan azon jár az eszünk, hogy hogyan lehet ezt órán is használni. És például a fonalakkal nagyon ügyesen bánnak a gyerekek, ha megmutatjuk nekik. Hát van olyan nagy gyerek, aki még például nem tud tűbe befűzni cérnát, de ezt elsőtől lehet kezdeni, a kis ujjaikkal úgy lehet dolgozni, hogy az előnyükre válik az írás során. Tehát mi a fonalat, azt ott tartjuk a padba szinte, és amikor csak tudjuk, elővesszük, és nem csak kézműves órákon, technikai és rajzórán, hanem írás előkészítésre is használjuk, vagy a mozgás miatt muszáj beépíteni. A mozgásfejlesztés, a motorikus tevékenység. Igen. És a matematikánál az is akkor a számok írásához, vagy pedig valami különleges? Hát ahhoz is használható, igen. A logikus gondolkodás fejlesztésében például vannak a körmönfonás különböző változatai, és akkor ott ki kell gondolnia, hogy mikor, hova, vagy amikor összesodorjuk, akkor kell számolnia, hogy hányat csavarok, melyiket csavarom össze, és mi lesz az eredménye. És ő ezt játszva csinálja. Tehát ez egy hihetetlenül jó módszer, okay. Csak lehet, hogy nagyon sokan nem is ismerik, nem is tudják. Tehát ezért is lenne érdemes például ilyen dolgokkal esetleg másoknak is foglalkoznia. Egyébként az iskolában hasonló dolgokkal foglalkozik más, vagy csak ti ketten vagytok, vagy pedig egyébként is jellemző az iskolára, hogy a hagyományok őrzése. A vevők rá, a többiek is, én úgy veszem észre, így nem nagyon látunk bele egymás munkáiba, de most a táborok során láttuk, hogy előveszik a népi játékokat, kézműveskednek, tehát ezt nagyon jónak tartom, hogy igenis sokan visszanyúlnak a gyökereinkhez, és az a gyerekeknek nagyon jó, meg szerintem a felnőtteknek is, és egyre tudatosabban használják a kollégáink is, úgy vesszük észre ezeket a játékokat, módszereket, kézműves technikákat, mert ez látszik a gyerekeken, hogy nagyon jó hatással van rájuk. Tehát azt tudatosan, ha beépítjük az ő kis életükbe, megváltoztatja a hiperaktív gyerekeket, leköti őket, a képzeletviláguk kitárul, tehát nem csak, hogy az írásuk lesz szebb, meg a gondolkodásuk lesz logikusabb, hanem maga az életük is átalakul, és megbiztosítja nekik ezt a nyugalmat, amit nagyon sok minden nem. Tehát amikor látjuk a gyerekeket, hogy állandóan rohannak, szaladnak, mert időpontra kell odaérni, meg járnak zenéskolába, ami nagyon jó, de hát siessél gyerek, húzzad a cipődet, vegyed a kabátodat, az egy kicsit leülepszik benne ilyenkor, és az a nyugalom, ami átárad bennük, az kell. Úgy gondolom, a mai világunkban főleg, hogy kell. Tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Nem? Szeretnél, Anita? Igen, tehát akkor azokat, mond. Amiket elkészítenek, azt haza is viszik. És ugye itt az alkotás öröme. Igyekszünk olyan dolgokat készíteni, amit nem egyedül csinál, hanem közösségbe. És ugye ez a társas kapcsolatokat, a szocializálódást is nagyban segíti. Hát ugye ez valahol visszautal a régi tanyázásokra, hogy amikor együtt kötötték a kalapot, azaz a szalmát, vagy netalántán éppen hímeztek, vagy bármi, vagy nemezeltek, vagy citeráztak, szóval számtalan ilyen alkalom volt, de együtt voltak,
És ugye akkor ilyenkor ment a beszélgetés, anekdotázás, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami hát sajnos a mai életünkből már szinte teljesen hiányzik. Tehát próbáljuk ugyan alkalmanként ezeket visszacsempészni, de hát nem tudom, hogy mekkora sikerrel, hogy is, mint. A következő tanév, 17-18, írtak már ki pályázatokat, vagy ha nem, akkor gondolkodtok-e folytatásban, vagy új tematikában? Gondolkodunk, folyamatosan gondolkodunk, még az NTP-s pályázatok nem jelentek meg, de várjuk őket nagy figyelemmel. Most a mostani évre nem volt olyan pályázat kiírva, ami ilyen nekünk való hagyományőrzés tekintetében, viszont vannak Hungarikummal kapcsolatos pályázatok, amik egy kicsit felkeltették a fantáziánkat, mert ezekbe is beépíthető a hajdunánási büszkeségeink, dolgaink, a szalmafonás, a citerázás, és ilyennel kapcsolatban szeretnénk mostan indulni, illetve ezt beépíteni az iskola munkatervébe, illetve pedagógiai programjába a kézműves hagyományainkat, mert ezt látom, hogy ez jó dolog, hogyha ez benne van, és egy írott formában is olvasható a szülők számára is, vagy a többi kollégánk számára is egy segítséget ad. És akkor ez kivitelezhető? Igen. Tehát akkor itt az iskola vezetéssel vezetés támogatja, és akkor esetleg más intézmény egységekben is ez megvalósítható lesz. Mint jó gyakorlat. Igen. Anita, hát a továbbiakban további szép heteket még erre a nyári szünetre. Tudom, hogy még mentek erre, arra, amarra. Talán még lesz újabb tábor is, ahol kamatoztathatjátok ezt a tudást. És hát aztán majd a következő tanévtől pedig reméljük, hogy lesz olyan pályázat, amivel ismét a gyerekeknek tudtok valami újat, valami pluszt, valami többet nyújtani. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.